A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen jó idő esetén sokan választanak kültéri programot, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A kockázatot egyrészt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, amiben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészt kockázatot jelent az emberi gondatlanság is. A szabadban keletkezett tüzek 99%-át ugyanis ez okozza. Az eső eddig talán ilyen szinten kedvezett és ellen dolgozott egyébként ezeknek a tüzeknek. Most viszont meggondolni kell arra, hogyha igyekszünk megszabadulni a különböző vennyegéktől, ágaktól, amelyeket így az őszi-téli munkákat követően itt tavasszal egyébként így összegyűjtöttünk. Nyilván itt csak azokon a területeken is, csak azokon a településeken lehet ettől égetésre egyébként megszabadulni, ahol ezt az önkormányzat a rendeletében engedélyezi. Emellett alternatív megoldások is léteznek, mint például a komposztálás. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos tűzgyújtás és a megelőzés alapvető szabályaival. Itt mindig csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát mi magunk is kezelni tudunk, mindig legyünk egyébként a tűz közelébe, tehát az soha ne hagyjuk magára, legyenek ott a megfelelő eszközök, amelyekkel ezt irányítani tudjuk, tehát akár egy ásó, egy villa, nyilván az oltóanyag is legyen mindig kéznél, tehát ez lehet egy vödör, homok, víz, és akkor még lehetne sorolni, és mindig gondoskodjunk arról, hogy ne tudjon visszagyulladni, valamit, ha feltámadna a szél, akkor megint csak ezt a tevékenységet célszerű egyébként azonnal befejezni. A szóvivő elmondta, hogy visszatérő probléma a dohányzás is, ugyanis sok esetben a szabadban keletkezett károkat egy-egy eldobott cigarettacsik okozza. Tolnavár megye tűzoltóinak 2023-ban eddig már 40 esethez kellett vonulniuk.